Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a fél évzárási pánik videó lesz. Vagyis a mai videóban kitöltem a fél évzárási pánik teget. Ezt azt hiszem legelőször tavaly csináltam, és úgy gondoltam megcsinálom idén is, mert miért ne. Nem tudom egyébként mennyire lesz egy hangú, mert egész sok könyvet ide kupacoltam, úgyhogy szerintem annyira nem, de nézzük, mindegy. Kezdjük. Első kérdés, a legjobb idei olvasmányod eddig? Azt hiszem. Szóval a legjobb idei olvasmányod. Igazából úgy, hogy legjobb, ami a legnagyobb hatást érte el, akkor azt mondom, hogy Johanna Színeszalótól igen, A nap magja, mert ez egy brutális könyv volt, majd belinkelem ide a Barangolás Európában részt róla, amiben jobban kibeszélem. Viszont, hogyha azt kéne mondanom, hogy idén eddig melyik könyv lett a legkedvencebb könyvem, akkor arra Alexandra Christótól mondanám az Egy birodalom végzetét. Mert ezt a könyvet imádtam. Szóval igazából a kérdés értelmezésétől függ, hogy mit mondok ide. Második kérdés, a legjobb folytatás, amit idén olvastál. Januárban elkezdtem olvasni az Elfek öröksége trilógiát, azt hiszem, az a címe a sorozatnak, és az első része volt egy-két problémám, nem sok, viszont utána folytattam a második részről, és a második részt imádtam, és ráadásul ki is húzott engem egy olvasási válságból, ez pedig a Sötét Jóslat volt. Egyébként túl sok folytatást szerintem nem is olvastam idén, kb. Ez volt az egyetlen, ezen kívül még az Így neved a sárkányodat, de akkor már olyat mondok, ami új olvasás volt. Harmadik, friss megjelenés, amit nem olvastál még, de szeretnél. Azt hiszem januárban jelent meg ez a könyv, de akkor irtózatosan drága volt, és csak a kemény fedeles borítós volt kapható. Azóta már ez megváltozott, és meg kéne vennem, de még nem jutottam el oda. De ez a könyv, fú, de jó, hogy most felhősödött pont be, mindegy, ez a könyv a Tweet Cute című kötet, nem tudom most hirtelen ki az írója, mindegy, ide beteszem a kis borítóját, és egy nagyon ilyen cuki, fluffy, romkomos sztorinak tűnik, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és majd szeretném beszerezni és elolvasni. Negyedik, legjobban vett friss megjelenés az év második felére, ez természetesen számomra a The Tower of Nero, ami a Trials of Apollo sorozat utolsó része lesz Rick Riordantól, ugye? Bár, és nagyon-nagyon várom, igazából körülbelül ez az egyetlen megjelenés, amit várok, mert egyrészt nem nagyon követem a megjelenéseket, másrészt Rick Riordan az nálam a kötelező irodalom számomra, nekem, már nem az, hogy más olvasom, hanem, hogy én minden Rick Riordan könyvet fogyasztok. Ötödik, legnagyobb csalódás. Idén még úgy igazából egy könyvben sem csalódtam, mert különösebben rossz könyveket nem olvastam, valószínűleg azért, mert direkt arra mentem rá, mert egy elég masszív olvasói válságból próbáltam mostanában kimászni, és most sikerült szerencsére. Szóval nem volt olyan különösebb csalódásom, de azért választottam ide egy könyvet, mégpedig Robert Louis Stevensontól a Kincses szigetet. Na most, nem azért mondom ezt, mert ez csalódás volt, és valami nagyon másra számítottam volna. Kicsit másra számítottam, mint amit ez a könyv adott. Nem volt kifejezetten csalódás, de tény, hogy más elvárásaim voltak, mint amiket kaptam. Mert nem volt rossz, de nem volt olyan kifejezetten jó sem, mint amilyennek én hittem valahogy. Nem tudom, más elképzelésem volt erről a sztoriról. Szóval kizárólag ezért mondom ide, mert talán ez volt az egyetlen könyv, amit olvastam, és tényleg azt éreztem, hogy nem teljes mértékben azt kaptam, amit vártam. Hatodik, legnagyobb meglepetés. Na, ezt igazából az előbb már emlegettem. Hát mikor én azt a könyvet megkaptam, először kicsit szkeptikus voltam a fülszögvág alapján, mert azt hittem, ez olyan típusú könyv lesz, amit nem szeretek. De ugye többet nem tudtam róla, csak a fülszöveget. Aztán elkezdtem, és meglepődtem. Volt vele egy-két problémám, de ettől függetlenül a sorozat végül egy idei nagy kedvencem lett, mert kifejezetten élveztem, ez pedig az Elfek öröksége kötet volt, ami az Elfek öröksége trilógia első része, amit már ugye az előbb is emlegettem, ennek volt ugye a legjobb a folytatása. Erről szintén van egy Barangolás Európában részem, mert ez meg német könyv, a napmagja az finn volt, ez meg német, és azt is ide belinkelem. Hetedik, kedvenc új szerző. Na most, ilyet nem teljesen tudok mondani, max úgy tudom ugye ezt rámondani, hogy egy könyvét olvastam az adott szerzőnek leginkább, de nem tudom. Próbáltam a kedvencebb könyveim közül válogatni. Mondanám azt, hogy Alexandra Christó, mert nagyon jól újraírta az egész kis hablány történetet, és nem ilyen nyálas csöpögös formában, amitől én a falra mászok, vagy a nagyon erotikus formában, amitől szintén falra mászok,
hanem olyan pont jó, tökéletes átírása volt a sztorinak, és pont tökéletes mennyiségű és adagolású romantikával fűszerezve. Ami most még hirtelen felvétel közben eszembe jutott, az még Judith Taylor a Semmi lány című kötetével, mert ezt is nagyon elvesztem, mert ennek is nagyon könnyed stílusa volt, úgyhogy valószínűleg ezt a két írónőt mondanám új kedvencnek, de nem olyan abszolút kedvencnek, csak nagyon élveztem, ahogy ők írnak. És ezt nem teszem vissza, mert ez mindjárt kelleni fog. 8. új fikciós szerelmek. Nem nagyon volt. Kifejezetten igazából egyik könyves posi se volt olyan, hogy így eldobtam tőle az olyan, hogy úristen, szerelmes vagyok belé, bár szerintem könyveknél ez nem szokott annyira lenni, vagy hát nem tudom. Mindegy, akit egyébként végül ide választottam, az előbb emlegetett Judith Taylor könyvből Russell, mert az elején kicsit szkeptikus voltam bele, de aztán megtetszett. Nem egy olyan túl durva szerelemről beszélünk. 9. legújabb kedvenc karakter. Na, szintén a Semmi lányból fogom mondani, ám lóbolond vagyok, szóval ha van a könyvben egy gyömbéres keksz illatú beszélő láthatatlan BFF ló, egyrészt megvettek kilóra, másrészt őt fogom mondani kedvenc karakternek, tehát Tomás tényleg egy ilyen tipikus legjobb barát, tehát az az igazi legjobb barát, akit elvársz, tehát hogy támogat, és ott van mindig neked, és imádtam, és ló, és egy beszélő gyömbéres keksz illatú aranyszínű ló. Agyam eldobom, imádom. 10. egy könyv, amin sírtál. Két könyv ért el nálam, hogy olyan könnyes, persírós élményem legyen. Az egyik, ez nem okozott számomra meglepetést, mivel már olvastam a könyvet, és akkor zokogtam rajta. A 12. része az Így neveld a sárkányodat sorozatnak, vagyis a hogyan győz le egy sárkány haragját, vagy hogyan harcol egy sárkány haragjával. A magyar címekkel nem vagyok teljes mértékben tisztában. Megrikadt. Még mindig. Most nem volt durván síres, de azért könnyeztem. A másik pedig az Achilleus dala, Madeline Millertől. Ennek is a vége azért kicsit szívszorító volt, úgyhogy pár könycseppet elhullajtottam itt is. 11. kérdés, egy könyv, ami boldoggá tett, hát most megint a Semmi lányt fogom ide mondani, mert ez a könyv hihetetlenül boldoggá tett, és rengeteget nevettem rajta, és nagyon jaj, szöknek a könyvek, szóval nagyon-nagyon jó volt ezt a könyvet olvasni, és nagyon jó érzésekkel töltött el. Ha valakinek boldogságodagra van szükség, akkor ez a könyv tuti választás. 12, amúgy mindjárt, bocsánat, csak már nem bírok hajolgatni, annyi könyv van az ölemben. Ez most megváltás volt. Szóval 12. kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttál. Nagyon szkeptikus voltam ezzel az adaptációval kapcsolatban, úgy első ránézéssel nem győzött meg, de hát aztán megnéztem, és imádtam a filmet. Ez pedig az Emmának a legújabb adaptációja volt. Idei, igen, pontosan január, február körül jött ki. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Kedvenc videó, amit idén csináltál, per kedvenc kritika, amit idén írtál. Gyors visszamentem így január elejére, hogy ugyan milyen videókat csináltam, mert így nem emlékeztem, hogy bármelyik is ilyen kimelkedő lett volna. De azt mondanám, hogy igazából a legjobb szerintem az Emma-val készített negatív kommentre reagálós videónk volt, mert az alatt rengeteget nevettünk előtte is, utána is. Mi ez? Milyen? Mi van a hajammal? Komolyan, külön életet él, és nem lehet neki megmondani, hogy mit csináljon. Szóval ez a videónk Emmával. Szerintem az lett a legjobb, meg azt élveztem szerintem a legjobban. Igaz, hogy egy szenvedés volt felvenni, mert hol a tárhely fogyott ki, hol a kamera merült le, és így 3 órán keresztül vettük körülbelül azt az 1 órát, ami végül lett, de nem baj, tök jó volt. 14. legszebb könyv, amit idén vásároltál. Miért fordulok el, mielőtt befejezem? Ez egyébként a legfrissebb vásárlásom, és a könyv pedig Natasha Ngantól, majd megnézem, hogy kell kiejteni, a Girls of Paper and Fire, ez nincs még lefordítva, Borka ügyesen rábeszélt, hogy olvassam ezt a könyvet, bocsánat, csak itt ez kicsúszik belőle, mert ezt épp most olvasom. Na, de hát ez a borító, hogy látszódik, így látszódik, ráfókuszált? Jó? Gyönyörű ez a borító. Egyébként, hogyha még egyet kéne mondanom, ha már új is itt van, az másik pedig Cressida Cabeltől a Hajdamorázslói. Vajon mi Matilda kedvenc színe? Fogalmam sincs. Lehet, hogy a lila? Nem, biztos nem a lila. Jaj, szökik. Most már leszoktam egyébként a cetlizésre, tök jó. Nem tudom miért, de úgy tök jó, hogy így bejelölgetem a
az idézeteket. Igaz, hogy utána nem keresem őket ki, de nem tudom, buli. És a 15. végső kérdés pedig, melyik könyveket szeretnéd elolvasni még az év végéig? Hát alapvetően azt mondanám, hogy azokat, amik megvannak, de hogy kiemeljek közülük egyes köteteket. Hát az egyik az ugye a Tower of Nero, amit már az előbb emlegettem, mert azt úgyis megveszem, sőt előrendelem, mikor már megjelenik annyira, hogy book depositorin elő lehessen rá rendelni, és azt tutira ki is olvasom egyből, szóval az egy. Második, ugye, amit most olvasok, és ezzel mutattam, a Girls of Paper and Fire. Nyilván ezt ki fogom olvasni, ha most olvasom. Ezen kívül, ami még megvan, és most úgy hirtelen eszembe jutott, hogy ezt kéne kb. Következőnek olvasni, az Emma Itterántától, nem tudok finnül, nem tudom, hogy kell ezeket kimondani, a Tiltott Álmok Városa, most ez így hirtelen megmozgatta a fantáziámat is, érdekel. És egy könyv, ami viszont nem nekem van meg, de nagyon régóta tervezem, hogy olvasom, kéne olvasni, és szeretném megnézni belőle a sorozatot, de addig el kéne először olvasnom a könyvet. És imádtam az előző könyvét, a Celestine-től a Kis tüzek mindenütt. És ez 1000 éve várólistás már, legalábbis amióta elolvastam az Amit sohasem mondtam el-t, és most már kéne, de megyünk nyaralni, úgyhogy gyanítom. Mire ez a videó kimegy, lehet el is olvasom egyébként. Ha belehúzok meg a 12 órás buszút alatt, nagyon sok mindent lehet csinálni. Nagyon sokat lehet alatta olvasni. Akkor ez a kis pánikolás, mert fél év eltelt már az évből, ami egyébként durva. Tehát, hogy több mint 6 hónap eltelt már 2020-ból, és így... durva. Ennyit tudok rá mondani. Ha gondoljátok, akkor töltsétek ki nyugodtan kommentben ti is a kérdéssort. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like-ot, és iratkozzatok a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!